Szia, igazgató úr! Mindenkit üdvözlök innen a Balaton, hullámzó Balaton partjáról, ahol nem home office-ba vagyok, hanem alig várom, hogy ez a riport befejeződjön, és innen, mint a puskagolyó, lövök ki Sárvárra, ugyanis megkértél, hogy valami újdonságról is beszélgessünk majd a végén. Én most egy kicsit ezt előrehozom. Ugye január közepe óta a Sárga is a cégcsoport tagja, és oda megyek tárgyalni ma 12-től. Ha tudom, hogy itt vagy a Balatonparton, akkor nem Skype-os interjút csinálunk most már, hanem személyes interjút egy operatőrrel, de most már maradunk a Skype-nál. Én szerettem volna egy előjáróban elmondani, hogy óriási megtiszteltetés ért minket az év agrárembere díjkiírás kapcsán egész az elején, amikor McDonald's-osokkal tárgyaltam, és ők mondták, hogy miért nem beszélek én veled, vegyem csak szépen a bátorságot. Vettem a bátorságot, elmentem hozzád, és az a megtiszteltetés ért minket, hogy jöttél az év agrárembere díj támogatójának. Akkor az irodában tárgyaltunk, ez nem a Balatonparti volt, hanem a dolgozós irodád nyírmada? Nyírkért. Tehát a dolgozós irodád nyírkértsen. És ott egy csomó minden büszkeséget meséltél magadról, ami egész meglepő volt. Én szeretném, ha ezt elmondanád most is. Egy tradicionális családi vállalkozás vagytok, de nem csak a mostani értelemben, hogy apa, fiú, unoka, hanem itt volt nagypapa, dédnagypapa, te, fiúk, unokák. Picit mutasd be nekünk a cégcsoportodat, különösen ebben a tekintetben. Nos, hát erről szívesen beszélnék órákat. Szerencsére megnyugtatom a nézőket, hogy ez néhány percben azért bele fog férni. Én úgy gondolom, hogy nem csak embereknek van sorsa, hanem családoknak is. És nekünk a sors, mármint a Bárány családnak, a Baromfit dobta ki annak idején, még a múlt századnak az első éveiben. A nagyapám, akit ugyanilyen néven kereszteltek meg, 1907-ben kezdett el Baromfival foglalkozni, majd kikötött a Gróf Széchenyi Weinkem uradalmi birtokon, ahol uradalmi baromfi tenyésztő volt. Ott találkozott a grófi szérűn a nagymamával, meg is van az emlékkönyv, ahol beleírt a szép dölt betűkkel, mármint a nagymama emlékkönyvébe, hogy erős akarat nem ismer akadályt. Rá egy évre megszületett az apám, ebből is látszott, hogy milyen határozott személyiség volt a nagypapa, és az édesapám az, miután kijárta a kötelező általános és polgári iskoláit, beállt az édesapja a nagyapám mellé. Van is erről egy családi fotó a 30-as évek közepén, és természetesen ez a tradíció majd velem folytatódott, de ez már ugye egy más rendszer volt, mert a második világháború után azért alapvetően megváltoztak ott a viszonyok, de az édesapám abban a szocialista gazdasági rendben is baromfis volt, keltető üzemet vezetett Derecskén, én ott nőttem föl, onnan mentem középiskolába, majd Agráregyetemre, és hát az egyetem elvégzése után teljesen véletlenül szintén baromfis céghez kerültem Kisvárdára, azt a céget akkor úgy hívták, hogy Huniakop, és a Huniakop nevű közös vállalat vagy vállalkozás aztán 10 év múlva agyőt intett nekem, meg én is neki, és a rendszerváltás előtt 2 évvel én kismaszek lettem. Hát a sztori az már innen viszonylag egyszerű és pörgős volt. A kismaszekből kisközepes maszek lett, majd társaságot alapítottam Baromfikop Kft. Néven, közben megszületett 2 fiam, az idősebb László és az öccse Péter. Ők egyébként már 43 és 41 évesek, és ez a 2 fiatal ember velem együtt alkotja a cégcsoportnak a menedzsmentjét, és a történelmet egy nagy ugrásokkal jellemezném. A 90-es évek közepén 5 fő munkavállalóval kezdtük a tevékenységet, majd ez előbb 50, aztán 250, jelenleg a Sárga
munkatársaival együtt 2800 munkavállaló tartozik a cégcsoportba, és még talán annyit hagy hozzak föl mentségemre, hogy mi nem csak baromfisak vagyunk, hanem 100%-ban családi vállalat, vállalkozás, és ráadásul egy összetartó család a miénk, mert azt látom, hogy csak erős, összetartó családnak van erős, fejlődőképes vállalkozása. Amikor a Magyarország legszebb birtoka díja, tavaly ott voltunk nálatok, egyik telepeteket jelölték a díjra, akkor fiat kalauzoltott minket, és szemben látható volt, hogy ő ugyanúgy él-hal ezért a gazdaságért, hogy ezt te teszed. Ez egy jó dolog. Mostanában beszélgettem pár ilyen családdal, ahol ilyen családi hagyományon alapuló gazdálkodás vagy gazdaság folyik. Ez egy irigylésre méltó helyzet, meg kell, hogy mondjam neked. És azt remélem, hogy a fiam ezt a beszélgetést megnézi és tanulni fog belőle, hogy kell ezt csinálni. Egy picit a gazdaságodról szeretném. Azt mondtad, hogy 2800-an dolgoztok. Amikor a birtokbejáráson voltunk, elképesztő számokat hallottunk a telepekről, és a terveidről a telepek tekintetében. Azt muszáj elmondanom előjáróban, hogy az a telep, ahol voltunk, az a McDonald's-nak egy ilyen zászlóshajós telepe, flagship telep, ami gyakorlatilag egy bemutató telepet jelent, elképesztő, tehát azt érdemes megnézni minden szakembernek, aki ebben az irányba mozog. Szóval, hogy néz ki a gazdaság számokban a munkaerőt már láttuk, hogy néznek ki a többi számait? A méretét tekintve ez a cégcsoport Kelet-Közép-Európa legnagyobb baromfis cégei közé tartozik, de az európai élmezőnyben is rajta vagyunk a BL 12-es, 15-ös táblán. Tavaly levágtunk durván 63 millió darab csirkét. Ha idén ez a vírusos járvány nyavaja nem üt be, akkor ez a 70 millió felé ment, hát így most alatta lesz a 70 milliónak. A mi cégcsoportunk egy teljes zárt integráció. Ebbe bele egyedül szántóföldöt nem művelünk, nem használunk, de egy kis kite vagy egy kis IKR szintjén itt is megvan az integrációs tevékenységünk, tehát növényvédőszert, szerves trágyát, műtrágyát, vetőmagot adunk ki a környék 500-600 gazdájának, akiktől visszaszerződjük, megtermeljük a takarmánygyártás alapanyag szükségletének egy több mint felét, a másik felét piacról megvesszük, és az így begyűjtött takarmányból, ha átadjuk jövő hónap közepén végén az új takarmánykeverőnket, évi 380 ezer tonna tápot fogunk tudni gyártani. Ez segítek egyfajta arányosítással. Magyarországon minden tápot beleértve, a szarvasmarha, sertés, bárány, bármilyen tápot, nem egészen 3,5 millió tonna tápot gyártanak, tehát ez egy nagyon komoly létesítmény lesz az egész életünkben, és ez hosszú távon ki fogja szolgálni a cégcsoportnak a élő csirke alapanyaggal történő ellátását. Ki is kell, hogy szolgálja, hiszen mi naponta két műszakban 240-250 ezer darab csirkét vágunk le. És ahhoz, hogy ez a napi 240 ezer csirke időben, minőségben pontosan bemasírozzon a vágóüzem nagykapuján, ehhez nagyon sok háttér dolog kell. Szülőpárokat tenyésztünk, most már több mint 400 ezer darabot saját keltetőbe kikeltetjük, és a saját, illetve az integrált szerződött partnereink baromfi telepei neveljük ezeket a csirkéket, az előbb említett táp gyár ellátási hátterével. Egyébként ez a tevékenység, ahogy a kisebbik fiam Péter szokta mondani, a vágóüzem kapujáig az a dolgom, hogy minden csirke éppen egészségesen érkezzen be és életben maradjon. A Laci bátyám dolga pedig az, hogy ahogy belépett a kapun, kellő tisztelettel bánva velük,
de a lehető leggyorsabb fölkerüljenek a vágóüzemi pályára, és ott aztán végtermékként, húsként becsomagolva kerüljenek a vásárlókhoz. Kiegészíti még ezt a tevékenységet, tavaly átadott új szerves anyagkezelő, vagy egyszerűbb néven Baromfi trágya feldolgozó gyárunk. Ennek is a kapacitása igazodik az nagy egészhez. Ez jelen pillanatban 60 ezer tonna szerves anyagot képes feldolgozni. Jelenleg a piac építésnek abban a folyamatában tartunk, hogy körülbelül ennek a egyharmada az, ami jelenleg Magyarországon gazdára talál, de komoly érdeklődés van export piacokra is. Tehát úgy gondolom, hogy 2-3 éven belül ez az üzem és ennek a terméke is a helyére kerülnek, és az elsődleges feldolgozás, ami Kisvárdán történik, magyarul csirkevágás, csomagolás, kiegészíti Petneházán egy tovább feldolgozó üzem, ezt az üzemet is bővítjük. Egy jelentős fejlesztéshez éppen a hetekben indult el. Ennek a új üzemnek egy panírsor, egy új panírüzem, egy nagyon korszerű panír gyártósor megteremtése a cél, amit nem építünk, és nem arra, hogy majd csak valahol eladjuk. A bevezetőben említetted a McDonald's-ot. Kevesen tudják, a McDonald's európai több mint 6000 éttermében a baromfi húsnak a 21%-át a Master Good szállítja. És a McDonald's kért meg bennünket arra, hogy építsünk egy olyan korszerű panérüzemet, ahol a népszerű nuggetsek, különböző rántott és előkészített húsok, amit a Meki forgalmaz, annak egy részét innen fogja beszerezni. A napokban beszéltem Bazsi Zoltánnal, ugye az Icebergnek a vezetőjével, és ugyanazt a mondatot hallottam tőled, a tőle is, mint amit hajnalán tőled, hogy furcsa volt, amikor ez a McDonald's megjelent az életetekben, de egy csomó mindenre megtanított titeket. Most, amit elmondtál, ez is valahol azt jelenti, hogy azért az együttműködésetek az eléggé szerves ezzel a élelmiszerlánccal. Gyakorlatilag mi rengeteget tanultunk a McDonald's-tól. Még nekem is, aki nem vagyok laikus az agrárélelmiszeriparban, a kezdet-kezdetén valahogy ilyen ambivalens érzésem volt a Mekivel kapcsolatban, hogy jó sokat termelnek, elfogadható színvonal, és ezt csak itt nyomni kell, de igazából nincs is ezzel olyan nagy baj, nem lesznek itt olyan magas minőségi elvárások. Hát komoly csalódás ért az első év vagy években, mert a McDonald's 3-4 éve jár a világ előtt, csak és kizárólag GMO-mentes szójával készült takarmánnyal lehetetetne azokat a csirkéket, ami a McDonald's. Fokozott állatjóléti és állatvédelmi elvárásai vannak, és külön hangsúlyt kap az egész környezet tudatosság, és ebben a tekintetben a mi rendszerünk az európai szinten is a McDonald's által kiemelten van értékelve, hisz a nagy európai, tőlünk akár többször, háromszor, négyszer nagyobb cégeknél a láncszemből, tehát a teljes zárt integrációból többek között hiányoznak a farmok. Nyugat-Európában nincsenek cég tulajdonban farmok, úgynevezett contracted farmerek vannak, akik saját maguk döntik el, hogy mivel almoznak, saját maguk lekezelik a trágyakérdést úgy, ahogy, és bizony ez a McDonald's standard, amit havonta, két havonta, négy-öt napos audittal ellenőriz maga a McDonald's, az olyan magasra helyezi a lécet, hogy nagyon kevesek tudják megugrani. Azt, hogy nektek ez sikerült, azt láttuk szerencsére pár helyen, és a birtokaidon azért ez szenzációs, ami ott van.
Picit visszatérve, ugye, hogy mondtad, szülőpár, a Kertek, Baromfi telepeitek, igen. Igen. tehát szülőpár tartás, broiler telepek, vágóhíd, most ez a feldolgozó, másodlagos feldolgozó üzem, és ugye ott a sága, amivel az elején kezdted, lehet azt mondani, közben ugye a Baromfi trágya feldolgozás, amiről hozzám érkező hírek szerint szenzációs anyagot tudnak vásárolni tőled. Több gazdától hallottam vissza már, hogy bár meglepődtek az elején, hogy most mi ez a granulált balonfitrágya, de nagyon jó eredményeket számolnak be, nagyon jó eredményeket értek el. És jött az egésznek a végén ugye a sága, ahhoz mennyire sikerült, a ságát mennyire sikerült már integrálnotok a rendszerbe, ugye, hogy a te alapanyagaiddal dolgozzon, nyilván az egy, így most már teljes ez a vertikális integráció, szabad azt mondani, mennyire sikerült az integráció már? A maga a sága, mint cég és mint egy kibővíthető tevékenységi kör évek óta érdekel bennünket. 4 évvel ezelőtt egyszer már tettünk erre kísérletet, hogy megvásároljuk. Az akkori angol tulajdonos udvariasan de nemet mondott. Aztán változott a világ, változott a 3,5 évvel ezelőtt a sága angol tulajdonos, angol tulajdonossal kicserélődött, az új tulajdonos úgy látszik, hogy nem tartott igényt a ságára, de ez látható is volt, egy megveszekedett fillért arra az üzemre, gyárra nem költöttek az elmúlt 5 évben. Mi tulajdonképpen pont azt a szinergiát láttuk meg, amit itt az előbb a bevezetőben jellemeztél, hogy mi egy erős baromfi cég vagyunk, nagyon magas minőségi sztenderdekkel állítjuk elő, többek között a csirke húsaink is tényleg igazoltan GMO-mentesek, és ezért léptünk abba az irányba, hogy a ságát megvegyük, meg is történt az adásvétel január 15-től, a miénk a sága. A kellő szinergiák keresése és az összefésülése megtörtént. Ugye a Master Gourdnak van egy erős beszerzés és egy nagyon erős kereskedelmi apparátusa. Ennek a két rendszernek a részben a irányítási, de kisebb részben informatikai, számviteli integrációja gyakorlatilag az elmúlt egy-két héten belül, vagy azt megelőzően befejeződött. Tehát van egy olyan új üzemünk, egy új cégünk, ami ugye 100%-ban Master Gourd tulajdonos, amire egyrészt büszkék vagyunk az ottani emberek magas szakmai tudására, elkötelezettségére, és büszkék vagyunk arra, hogy mindezt 4 hónap alatt elértük, hogy Nyugat-Dunántúlon is van egy cég, amelyik úgy mondják, hogy bárányosan gondolkozik most már. Ez azt jelenti, hogy a piaci igényeknek és a piaci elvárásoknak megfelelően lép, cselekszik és fejleszt. Nem titok, ez évi terv a termelés egy intenzív fejlesztése és egy kis piacszerzés, de igazából a következő év vagy években arra gyúrunk, hogy a ságából egy piacvezető és egy meghatározó töltelékáru üzemet, vállalkozást alakítsunk ki, amely már nem csak Magyarországon meghatározó, hanem ki tudjunk vele lépni a környező országok piacaira is. Ha már a környező országokról beszélünk, Vietnámba azért kiléptetek, nem annyira a környező, de legalább kiléptetek ott. Mikor indult el ott a fejlesztés? Maga a fejlesztés tavaly ősszel befejeződött, november végén el is indult a vágás, aztán tartott az úgynevezett holdúj év ünnepig, ami a mi szilveszter, karácsony, stb. Időszakunknak felel meg, és az ott egy közel 2 hetes szünet, mármint távol-keleten, így Vietnámban is, és mikor kipihentem, visszajöttek a vietnami munkatársaink, hogy ismét folytassuk az üzemet, bevágott a koronavírus járvány, és annak a vietnamizált intézkedés csomagja.
hihetetlen szigorral és drámaisággal egyik napról a másikra minden gyárat, minden üzemet, minden iskolát, minden óvodát, egyetemet, mindent bezártak, hát gyakorlatilag bezárták a potenciális piaci lehetőségeinket. A vietnámi oldás az gyakorlatilag a napokban fejeződött be, tehát a napokban indult újra az élet Vietnámban, mi pedig a napokban újra indítottuk ott is a feldolgozást és a kereskedelmet. Hihetetlen volt megtapasztalni. Én, aki mindig mondom a fiaimnak, az előző rendszerben még mindig többet éltem, mint ebben az újban. Tehát emlékszem, hogy egy szocialista berendezkedési ország háttérben egy szocialista politikával, az hogyan gondolkozik és hogyan cselekszik. Hát ez nekem egy kis időutazás, bár Vietnámban piacgazdaság van, de azért ott a keményen megmondja a politika, hogy mit gondol a piacról, és úgy is fogalmazott az ottani ügyvezetőnk, hogy a kevésbé demokratikus berendezkedési országoknak megvan az az előnye, hogy ott a koronavírus járvány gyakorlatilag hihetetlen szinten tudták tartani. A fertőzöttek száma nem ért el az 5000-et, pedig egy 100 milliós országról beszélünk. Ott, ha valaki koronavírus gyanús volt, az egész utcát katonasság, az utca két végét lezárta, és két hétig senki nem jöhetett, se kisebben beadták az élelmiszert. Ha ez egy falu körzetében történt, az egész falut körbevette a katonaság, és addig voltak ott, amíg ott mindenki meg nem gyógyult. De szerencsére ennek a világnak ott vége, újraindult Vietnám, újraindult a gazdaság, és hát ha lassan is, de mi is valahol ott az indulási szakasz kezdetén vagyunk. Ha azt kérdezném tőled, hogy idénre milyen újdonságot tervezel itt Magyarországon, akkor erre milyen válasz születik? És bár már mondtad a ságát, hogy az már elég nagy újdonság volt idénre, de van még olyan terved, amit most megosztasz velünk, hogy még idén lesz valami bárányosféle húzás? Van. Igazából maga a sága is egy nagy élmény nekünk, de ezen a héten üzemeljük be Kisvárdán, a alapfeldolgozó mögötti terület részen azt a úgynevezett melléktermék feldolgozó üzemet, vagy ahogy a kollégáim hívják, a fehérje feldolgozót, ami a kisvárdai vágási melléktermékeket 100-120 méterre keresztül egy zárt csövön átlövik ebbe az új üzembe, és itt háromféle terméket fogunk gyártani, az úgynevezett lágyanyagból, tehát zsigerekből, nem élelmiszeripari nyesedék, stb. Ebből húsliszt, csontliszt és takarmányzsír lesz, és a tollból pedig tolliszt lesz. Ennek az újdonság ereje nem abban rejlik, hogy a mellékterméket feldolgozzák, hisz hát az ATEV erre alapult, az újdonság ereje abban rejlik, hogy zárt rendszerben 15-20 percen belül azon frissében megy az alapanyag az üzembe, és hihetetlen magas minőségű végtermék, késztermék keletkezik, amire már be is jelentkezett a nagy európai állateledel gyártók közül mind a kettő. Ezt az üzemet ezen a héten és a jövő héten beüzemeljük, és június első napjaitól ez is élesbe fog üzemelni. Remélem, hamarosan be is számolhatunk akkor erről a beüzemelésről, hogyha megvalósul. Amikor a beszélgetést elkezdtük, akkor a mögötted lévő képre az a első látásom született, ha nem tudnám, mert mondtad, hogy ez New Yorknak a képe, akár ez most már lassan valamelyik üzemednek az éjszakai felvétele is lehet. Olyan szép felvétel, és annyira nagyok már az üzemeid. Hát ugye először megpendítetted, hogy valamelyik baromfi telep, hát azért annak nincs ennyi fénykipocsájtása, de a kisvárdai telephely, ami most már magába foglalja a teljesen megújított gyárat, csirkefeldolgozó üzemet gyárat,
magába foglal egy 12 hektáros naperőmű parkot, és ezt az előbb említett húsliszt, tolliszt állati fehérje feldolgozó üzemet. Erre már érdemes ezt majd éjszaka egy kört tenni repülővel és fényképezni. Természetesen ez még New Yorknak csak egy kis sarkába fog elférni, de már erre is büszkék vagyunk. Erre is büszkék vagyunk. Én is büszke vagyok rá, hogy ezt ilyen szépen megcsináltátok. Még így a végén, a beszélgetés végén tőled is megkérdezem, mert kíváncsi vagyok rá, hogy annyi mindent csinálsz, olyan átfogó egységeitek vannak az elejétől a végéig, ez a vertikális integráció, de ez annyira teljes, mondjuk meg már csak egy áruházlánc hiányzik hozzá, én szerintem így a logikai körből. De azt meséld el, hogy mi a hobbit, tehát mi az, amikor épp nem a cégcsoportod vezérlésével, beruházásaival, újabb ötletekkel foglalkozol, akkor mit csinál a Bárány László? Itt kétféle igazság van, és miután ugyan a nézők és a majdani hallgatók remélhetőleg több százan, ezren lesznek jelen ebben a beszélgetésben, de a nejem nincs itt, úgyhogy változtatok a sorrendet, tehát az igazi munkám, élek, halok érte, olyan a munkamegosztás a családon belül, hogy én kap, tehát az operatív irányításból már kevés rész az enyém, de a beruházások, az azzal kapcsolatos előkészítő és bonyolító munkák azok az enyémek. Az én homokozom lett a nyírjákói trágyafeldolgozó üzem, azt teljesen én csinálom, és ez kitölti úgy a munkámnak és az időmnek a 70-80 százalékát, de van igazi hobbim is, az az utazás. Az utazás, imádunk a nejemmel, és két-három olyan 20-30 éves baráti családdal együtt utazunk. Minden évben csinálunk egy-két rövidebb utat, ez ilyen 3-8 napos út, ez rendszerint Európába, és ezeket előre megtervezünk. Egy évre előre mindig megtervezünk egy ilyen utat, és minden évben belerakunk egy nagy 4-5-6 hetes utat. Ez év végére remélem a sorompók felnyílnak, az összes repülő felszáll, és ezt az utat nem kell elhalasztani, ezt a hosszú nagy utat. Ez egy Dél-Amerika célirányosan Galapagos, és annak a csodálatos élővilágnak a felfedezése, és aztán Dél-Amerikába, Chilébe, Argentinába még egy kicsit csavargunk, és ez is egy olyan több mint 4 hetes út lesz, tehát ez a film. És természetesen az öt gyönyörű unokám, akikből 4 nagyobb, 8, 8 és fél, 10, 10 és fél évesek, és van egy picike, egy másfél éves, és a 4 nagyunokából már nézegetem, már balanszírozok, hogy kiből mi lehet majd ezen a baromfis palettán. Már van egy olyan lányunokám, akit már 2 éves kora óta úgy hív a család, hogy a kis vezérigazgató hölgy. Ő az, aki rendet csinál, aki megszabja a többieknek, hogy mit játszunk, hogy játszunk, és majdnem mindennek úgy kell történni. De imádnivaló hobbi ez, talán ez kellett volna az első helyre tekinteni, de majd, ha megnézik az unokák, meg fogják bocsájtani a nagyapjuknak, hogy csak harmadik helyen említette a hobbiai közül az unokázást. Hát azzal fejezhetjük be, hogy utolsóból lesznek az elsők, tehát attól, hogy a utolsónak említetted, attól még mindannyian tudjuk, hogy ez az első. Itt van a szívem, itt az első helyen. És nálunk van egy szlogen, és ezt már kicsi koruktól súlykolom, hogy Laci papa nem szereti a jó gyereket. Nálam csak rossz gyerek maradhat meg a környezetemben. Most a hétvégén, szombat vasárnap nálunk volt a 4 nagy, és rosszasági versenyt hirdettem, és volt első, második, és megosztott harmadik, negyedik hely volt. Na, ezt nem árulom el, hogy ki nyerte a rosszasági versenyt. Ez az indiszkréció,
De nem kellett sokat gondolkozni, hogy ki legyen az első. Imádom De őket. Jó irányba fejlődnek a dolgok, akkor ezek szerint az unokák életében is. Abszolút. Abszolút. Köszönöm szépen neked a beszélgetést, jó egészséget kívánok neked, és üzleti sikerekben, meg természetesen azt, amit tervezel magadnak. Remélem, hogy amikor ilyen átadásaid vannak, vagy terveid vannak, megosztod velünk a jövőben is, és hírtathatunk róla. Úgy legyen. Szép napot neked. Szia, igazgató.